A szeretet mindig áldozat. A szeretet az egy döntés. A szeretet az egy cselekedet. Tehát a szeretetben van valami fájdalom is, van benne valamilyen lemondás is, van benne valami áldozat is. Egy állandó belső folyamatot tudatosan élj meg, hogy tud szeretni önmagad, mert másként nem tud szeretni semmi mást. Mi az, amit el kell fogadjak, mi az, amit el kell utasítsak? Hol van az, amikor kapukat ki, Szélesre kitárni, befogadni valami újat, de hol van az, ahol most őrizzük a régit? Nem szabad újat, nem szabad ebben. Egy igazság van, és az a régi, és az egyetlen. Nem hatalmazott fel senki egy pillanatra sem, hogy én ítélkezzek, vagy ítéleteket hozzak egy másik emberről. Jó napot kívánunk a Keresztutak podcast következő, soron következő műsorában. Egy újabb kiadással jelentkezünk. Keresztes Attila színész, színházrendező, illetve színégető István lelkipásztor. A mai témánk, amit választottunk, kedves Attila, az elfogadás. Elfogadás, amiről elsőre az jut eszembe, hogy mennyire a létezésemnek, a kibontakozásomnak a feltétele, hogy én egy elfogadó környezetbe szülessek bele, és egy, egy alapvetően pozitíven elfogadó uh, millióben tudjam élni a mindennapjaimat, hogy jó érzés nekem az, hogyha engem az emberek elfogadnak, de mit kezdjünk az elutasítással? Mi van, amikor határvonalakat húzunk, és azt mondjuk, hogy bocs, ezt nem, ezt elutasítom, ez nem jöhet velem, ez nem jöhet be az én életembe, vagy nem szeretném, ha a mentalitásomba ilyen elemek is keverednének, stb. Tehát elfogadás, és mondjuk úgy, hogy elkerülés, vagy más utaknak a keresése. Ez a mai témánk. Első felütésre mi az, ami. Hát ugye ez a talán a leggubancosabb feladatunk az életben. Gyerekkortól egészen időskorig, tehát hogy azt hiszem, hogy ez az, a, az együttlétnek, az a feltétele két ember együttlétének, nem hogy egy közösségnek, hanem már két embernek az együttlete, az, ez a feltétele, és ezen, tehát erre edzenünk kell egy életen át. Olyan nagy a, az embernek a viselkedésében, a szokásaiban, gondolkodásmódjában olyan, olyan széles a spektrum, hogy a, én azt hiszem, feltétlenül határvonalakat kell húznunk. Alsót és fölsőt. Hogy mi alatt nem fogadunk el dolgokat, és, és mi, az, mi az, ami, ami fölött már nem, nem, vagyunk képesek. Hát ugye, hogyha arra gondolunk, hogy volt olyan idő, amikor emberfejekkel futballoztak az em, ugyancsak az emberek. A kivégzéseket néznek a főtéren. Borzasztó dolgokat, bo dolgokra képes az ember, hogyha magára marad. Hogyha, hogyha rossz határvonalakat húznak. És ez egy közösség is megteheti. Tehát, és ugye így indítottuk ezt a beszélgetést, és ebben a témában Uh, megint csak, mint, uh, mint legfőbb szempont, azt kell mondanom, hogy uh, az a fajta morális piros vonal, amit Jézus Krisztusnak hívunk, ha ez nincs, akkor az ember magányában szörnyű dolgokra képes. És uh, ugye a, az elfogadás az csak egy, tehát egy, egy rendszer, egy rendszerszerűséget tudunk elfogadni. Egy önmagáért való dolgot nem tudunk elfogadni. A, mit tudom én, a, van egy ilyen hasonlatom, a körforgalom. Tehát, hogy nem, nem tudom azt mondani, engem nem érdekel a körforgalom. Én egy egyenes ember vagyok, én aztán megyek, és mert hogy előbb-utóbb találkozni fog körforgalommal, és annak van hát egy ilyen három lépéses logikai rendszere, és azt nekem kell tudni, hogy az hogy működik. Tehát ezért például én, maga, én a magam részéről, amiben, aminek nincsen valamiféle tudományos, vagy egyáltalán önmagam számára levezethető rendszere, azt egyszerűen képtelen vagyok elfogadni, pontosabban befogadni. Én is rosszul állok, rossz a kompromisszumkészségem, a, a nagyon sokszor esem abba a hibába, hogy azt mondom, de hát hogyha én így, akkor a többi miért nem, vagy a másik miért nem. És a, ugye ez már egy olyan zárlat, ami nem visz előre. De hát ezt mondom, tanulni kell. Tehát, hogy igazán én én úgy vagyok ezzel, hogy amit értek és megértek, azt befogadom, de amit nem, azt igen, ahogy mondtad, elkerülöm, egyszerűen kizárom. Nem értem, de nem veszek róla tudomást. Nem, nem implikálódom olyan helyzetekbe, olyan találkozásokba, olyan közösségekbe, ahol amit én nem tudok beépíteni a magam rendszerébe. Még mindig a téma felütésénél, tehát így, ami nekem elsőre eszembe jut, az pont ugyanez, amit te is mondtál, hogy, hogy kell legyen egy, egy, egy valamiféle középpont, tehát amihez <coughs> beszéljek csak magamról. Tehát amihez én szabom a gondolkodás modelleimet, vagy a, a, hogy fogalmazzak a, a, a gondolataimet, amihez szabom, ami eldönti, hogy ezt most elfogadó, ez egy, egy pozitív, egy életet előrevívő, az életet segítő realitásról van szó, vagy pedig ellenkezőleg. Eszembe jut egy bibliai kép. Jeruzsálem falai. Ugye úgy van bemutatva a bibliai kép, hogy Jeruzsálem falai jól megépültek. Megdicséri saját magát az írás, és utána szó van zárakról, és szó van kapukról, amelyek nyílnak és záródnak. És megvan az ideje, rendelt ideje annak, amikor ezek kinyílnak, és valamit szabályozottan befogadnak, és megvan az ideje, amikor ezek be kell záródjanak. az abszolút viszonyítási pont nekem is a Szentírás, az Isten igéje, a Biblia, a Jézus Krisztus személye, az Evangélium, valami ilyesmi, Amihez nekem állandóan így vissza-vissza kell térnem, kell értenem, hogy, hogy akkor ez, ez, ez vajon egy abszolút elfogadható életközép igazság, amit igazságként fogadok el, és akkor az igazság szerint szeretnék élni, de úgy, hogy eközben ne, ne legyek háborúban. Tehát az, aki nem itt jár, vagy nem ebben gondolkodik, vagy nem, nem ezekre az értékekre nyitott, miközben van közöttünk egy konfliktus, a határvonalak fogják, tehát óhatatlanul lesz összeütközés, az nem baj. Megtanulni ezt valahogy közösen hordozni. Na, ezek az első gondolataim. Van egy ilyen nagyszerű, azt hiszem Szent Ágostonra visszavezethető gondolat, hogy a lényegesben egység a, a kiegészítő szekundér dolgokban különbözőség, de mindenben szeretet és... Ez a, ez a szeretet, vigyázzunk, mert itt nem egy romantikus ilyen finom érzés, ahol elmelegedik a, a keblem, a szívem tájéka, és akkor kiesik a könnyem, és akkor valakit szeretek. A szeretet mindig áldozat. A szeretet az egy döntés, a szeretet az egy cselekedet. Tehát a szeretetben van valami fájdalom is, van benne valamilyen lemondás is, van benne valami áldozat is, ebben az értelemben. Mind, de mindenben szeretet, mondja a Szent Ágoston. Úgyhogy így nekem ezek az első gondolataim. Igen, és ugye az, az utóbbi időben uh, egyszerűen kielentésre került az, hogy fogadd el önmagadat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy, uh, hogy kell foglalkozz önmagaddal, meg kell szeresd a hibáidat meg kell szeresd az erényeidet. egy állandó belső folyamatot tudatosan élj meg, hogy tudsz szeretni önmagad, mert másként nem tudsz szeretni semmi mást, vagy, vagy vagy hát bizonyos értelemben kifogásokkal tudod csak szeretni. És visszatérve, ugye arra nagy arra nagy parancsolatra, hogy úgy szeresd a felebarátodat, mint önmagadat. Hogy a hibáival együtt, a, a, az erényeivel együtt, hogy, tehát, hogy én azt hiszem, és ezért mondom, hogy én nekem ez a fajta, ez a fajta középpont, piros vonal és elvi szempont az elfogadásnak az alapja, mivel, hogy másként, tehát, hogy nem, nem, nem általában nem fogadhatod el a, a másik embert, mert az, az becsapás. Tehát akkor nem figyelsz rá, akkor, tehát, hogy igenis, ugyanolyan kritikusnak kell lenni a környezeteddel, mint amilyen önmagaddal vagy, és ugyanolyan szeretettel, és ugyanolyan megbocsátónak is kell lenni, ahogy önmagadnak, ahogy önmagaddal vagy. Tehát nagy mondom, ez egy, ez egy életen át tartó, minden napi, minden találkozás, minden pillanatnak a feladata, mert hogyha általában, ha valaki azt mondja, hogy én hát én elfogadó vagyok, én azt hiszem, hogy ez, ez így önmagában felelőtlen dolog. Tehát, hogy ez egy munkás, ez egy, ez egy, ez egy állandó kihívásokat és akadályokat támasztó. De hát ez, ez, a dolgunk, semmi más dolgunk nincs, én azt hiszem, a Földön. Mint hogy próbáljuk elfogadni, igen, önmagunkat és a másik embert. Semmi más dolgunk nincs. Van egy alapvető élményem, bocsáss meg, hogyha megszakítalak, hogy, hogy azt mondtam, hogy a középpont az evangélium. Hát ez bátor kijelentés. Bár egy paptól így elvárjuk, hogy, hogy, vagy egy hívő embertől, hogy ez így legyen. Én azt hiszem, így van. Azt hiszem, így van. Sok mindenben, remélem, hogy majdnem mindenben, vagy mindenben igyekszem, hogy az evangélium legyen a középpont. És amikor én Istennel találkozok, nekem az az élményem, tehát Isten tényleg az első szava az, hogy elfogadlak, Olyannak, amilyen vagy most. Ilyen vagy, ezt hozta az esztendő, ezek a tegényeid, ebbe a családba születtél, ez az anyanyelved, itt van a szülőfölded, ez a te tudásod, és nem több, és nem kevesebb, ez a te professzionális küldetésed, hivatásod, ez és nem más. Oké, okay. elfogadlak. Lehetsz félelemmel teli, szoronghatsz, elfogadlak. Én úgy érzem. Tehát Isten ezt mondja nekem, de vesző, nincs vége. Engem néha dühít, amikor valaki itt megáll. Nekem Isten itt nem áll meg. Vesző, és Isten úgy folytatja, de nem szeretném, hogy így maradj. És Isten folyamatosan csíszol, folyamatosan kihívások elé állít. Nagyon sok mindent nekem leállít, megtilt, nem szabad megtegyem, mert az evangélium a középpont, mert Istennek van egy jól érthető, tudod mi, mikor pappá szentelnek, nekünk van egy ilyen életigénk, egy olyan mottó, amit ha kell, még aztán a sírunkra is szeretnénk feliratni, végig kíséri az életünket, ha belépsz az otthonomba, ott látod ezt az én életigémet, ami az 1 Sámuel 3.9 szólj, uram, mert a te szolgád figyel. Hogyha van egy ilyen antenna, akkor lényegében én ezeket így, így ráérzek. Valamiképpen van egy intuitív készségem, ahol Isten sugalmazza, mi az, amit el kell fogadjak, mi az, amit el kell utasítsak. Hol van az, amikor kapukat ki, szélesre kitárni, befogadni valami újat, de hol van az, ahol most őrizzük a régit, nem szabad újat, nem szabad ebben egy igazság van, és az a régi, és az egyetlen, és így tovább. Tehát euh, még egyszer a mondatot mondanám nekem, Isten, mintha azt mondaná, ez az életem tapasztalása, én téged elfogadlak, de nem akarom, hogy úgy maradj, ahogy most vagy, és dolgozik rajtam. Babics Mihály, Isten szerető, oltó kése, hogy addig farag, addig dolgozik, vagy reményik, amíg egy Krisztus arc ki nem alakul bennünk. És ez fájdalom. Ezek vésők, ezek ezek koppanások, ezek csalódások. Igen, tudod, hogy kellene, vagy sajnos egy egyértelmű, mert egyértelmű, hogy példázatokban ez ez kijelentésre került, de azért, tudod, egy, kellene egy nagy parancsolat hogy ember embernek nem lehet a bírája. Csodálatosak vagyunk. Egyszerűen csodálatosak vagyunk mindannyian. A összetettek, a sérültek, és a, a, tehát csodálatosak vagyunk mi emberek. És nem hatalmazott fel senki egy pillanatra sem, hogy én ítélkezzek, vagy ítéleteket hozzak, egy másik emberről, hogy szemet hunyjak a saját hibáim fölött, és a másik hibái felé helyezem az erényeimet. Tehát ehhez nekünk nincs jogunk. És ezért mondom, hogy munkás ez, ez az elfogadás, mint feladat. Tehát, hogyha, hogyha azt a felsőbbrendű moralitást, ami maga a tökéletesség, és arra tehát törekedni tudunk. De uh, hál' Istennek még senkinek nem sikerült. Mert akkor, az út vé, akkor megérkeztünk az út végére. És jó úton lenni, én azt gondolom. Jó az emberiségnek úton lenni. Uh, de hogy ezt, ezt föl fölfesteni a homlokunkra, hogy ember embernek ne legyen a bírája. Ne hozzon ítéletet fölötte. Mert, mert van egy közös szellemiség, ami megteszi ezt. És valahogy most ugye egy picit így el, elvontak lettünk, de, de maga olyan sokrétű, tudod, ez, ez, hogy, ez hogy, hogy én elfogadok <kül> dolgokat, vagy nem fogadok el. Sok, sok rétű. Oké. Okay. Nézd, hogy ne, ne legyünk elvontak, egy, egy gyakorlati szempontot is mondjak. Ugye már említettem, hogy képződő lelkigondozó vagyok, és mi most gyakorlunk egy készséget? Azt a készséget, amit csecsemőként valószínű, hogy elég gyakran reméljük, hogy sokat és jellemzően átéltünk. Ez a, ez a feltétel nélküli Elfogadás. És mi csecsemőként ebben részesültünk. Tehát egy csecsemőt az anya, az apa, vélhetően egy jó esetben, tehát feltétlenül feltételhez nem kötött módon elfogad, vagyis a létében támogat. Csak azért, mert él, csak azért, mert itt van közöttünk, csak azért, mert csont az én csontomból, vér az én véremből, hús az én húsomból, az én gyermekem. Tehát ez szinte egy elvárható alap magatartás. Ezért is nem, nem kaptunk soha felhatalmazást, hogy ítélkezzünk. Az alapvető tapasztalásunk az egy feltétel nélküli elfogadó szeretet volt. Van egy olyan konkrét élethelyzet, amiben most felnőttként ezt mi gyakoroljuk, és ez a ez a, a terapeuta, vagy a segítőnek a szerepe, amikor én, ugye lelkipásztorként kinyitom az ajtót, bejön hozzám valaki, elmondja, hogy segítséget szeretne kérni, egyszerűen beszélgetni szeretne, és abban a helyzetben vagyunk, hogy szóval egyenlő félként beszélgetünk, de mégis kialakul valahogy ez a. Ő azért jött, hogy segítséget kérjen. Én most abban a szerepemben vagyok, hogy próbálok szakszerűen, szívemből segíteni. Az első, mindig kötelező alap magatartás, amire én építek, az egy feltételhez nem kötött pozitív elfogadás, ami a te létedre irányul. És amit nem fog megváltoztatni a te dühösséged, a te sírásod, az, hogy közben olyanokat mondasz, hogy a székelyesen szólva a zsebemben nyílik ki a bicska, az, hogy te nekem most nem vagy nagyon szimpatikus, vagy az érzéseimet nagyon borzolod, és nem megyünk egy, tehát nem vagyunk egy jó, jó védett térben, hanem most meg kell küzdenem azért, hogy talpon maradjak, de a háttérben én most arra kapok felhatalmazást, én arra törekszem, hogy egy feltételhez nem kötött elfogadásban részesítselek, csak a lényedre vonatkozóan. És ez az alap öm, élményünk, ugye ezt az Ericssoni személyiségfejlődés úgy nevezi, hogy ekkor tud bennünk felébredni és meg erősödni bennünk az ős bizalom. Vagyis, hogy jó, hogy vagyok, jó, hogy te is itt vagy, itt ég egy lámpa, az is olyan jó, hogy itt van. Itt van egy ember, én úgy látom, ő az férfi, és hogy apa, ő nekem apa, olyan jó, hogy itt van. Apába lehet bízni. Apa egy nagyon jó ember. Itt van anya, az anya tej, ahogy táplál, ez a kettőjük közötti, ahogy áramlik közöttük a szeret, ez az ősbizalom. Ez, ha sérül, akkor szoktuk mondani, hogy olyan jelentős traumákat tudunk aztán beintegrálni az életbe, ami később nagyon nehezen keveredünk ki belőle. Van és kell lennie számomra az evangéliumból forrásozó olyan alapvető emberi magatartás, ahol minden emberi lényt csak azért, mert ember, csak azért, mert egy élő lény elfogadom, elfogadom olyannak, amilyen, és utána jön az, amit mondtam, hogy most megkérdezem Istent, hogy van-e benned valami, amit nem szabad elfogadjunk, amitől el kell határolódjunk. Most jön az, amit mondani szerettem volna. Amíg te engem nem hatalmazol fel, én azt nem fogom neked mondani. Nekem nem szabad természetemmé váljon, hogy én állandóan szembesítelek. Állandóan valamibe belekötök, állandóan valamit mondok, állandóan elégedetlen vagyok, és te olyan kéne legyél, amilyen én vagyok, én csinálom jól, te neked még fejlődni, és innentől már érezzük azt a kicsit tendenciózis is voltam, hogy, hogy, hogy elkezdődik a, a, a jogtalan ítélkezés, tehát fel kell hatalmazzál, hogyha én felhatalmazást kapok, például egy házasságban, például egy, egy baráti kapcsolatban, ahol, ahol, azért ültünk le, hogy segíts nekem, és hogy legyünk nagyon őszinték. Most fel vagy hatalmazva, mondhatsz, nyugodtan mondhatsz, mert fel vagyok rá most jöhetnek a nehezebb dolgok is. Na ebben a védett térben szabad elhatárolódnunk, elutasítanunk olyan dolgokat, amit, amit nem, ami, ami nem fogja az életet szolgálni. De lehet, hogy ez a valami nem benned van, lehet, hogy ez a valami bennem van. Hogy saját életemen belül kell elhatárolódjak valamitől, és ki kell tudjam ezt mondani, apropó ez a bűntéma. Hogy én követtem el, én döntöttem rosszul. Szóval én elfogadom saját magamat feltételhez nem kötött módon. Feltétlenül elfogadom magamat. De van bennem egy olyan személyiség rész, amit most nem akarok integrálni, nem, nem akarom elfogadni. Ö, azzal meg kell, meg kell nézzem, hogy azzal mit szeretnék kezdeni, esetleg valakinek a segítségével, hogy az a valami gyógyuljon. És ebben az elfogadó térben kezd ez. Kicsit átmentem ilyen papbácsibba is. Nem baj. ilyen. Bocsáss ilyen a... meg. A... A Tudod, csak neked könnyű dolgod van, István mert uh, te fel vagy szentelve. Érted? Áll mögötted, áll mögötted valóságosan egy csodálatos hivatkozás. És, uh, és eleve az már felhatalmazás, hogy téged megkeres valaki, és azt mondja, hogy pabbácsi, vagy Tiszti, vagy, ahogy mondja, azt akarom mondani, hogy de mi magányosak vagyunk, tudod? És így, ahogy felsoroltad ezt, hogy igen, hibát keresni hogy a, tehát, hogy én például nagyon gyakran esem ebbe a ebbe a hibába, hogy az elvárásaim azok tükröződések belőlem, és sokára veszem észre, vagy mire észre veszem arra már késő, hogy, hogy itt valami, olyas, valami, valami olyasmit csinálok, amihez nincs jogom. Vagy nem lett volna, vagy stb. Tehát az lenne a, az lenne a, szép, hogyha, hogyha tudatosan, közös megegyezésre ez a fajta tökéletességre való törekvés mindannyiunk mögött ott állna. Mondtam, hogy akarok kérdezni valamit. Uh, ugye a megítélésben, tehát hogy hogy, uh, hogy milyen, milyen teher ez, hogy neked tökéletesnek kell lenni. Tudod, mind, tehát hogy te neked tökéletesnek kell lenni. Látszólag, valóságosan, és uh, nem, nem hibázhatsz. Az elfogadásról szóló műsorunkba kell elmondjam, hogy ezt nem fogadom el. Úgyhogy <laughs> induljunk innen. Igen, van egy, van, tényleg van, tényleg van egy méltóság, tudod, így a. a Gondolom a színháznak is, a színpad, a nézőtér, az a, az a helyzet, amiben a, a, a színészek játszanak, és egy üzenetet fognak átadni, és akkor katartikusan fog bennünk valami tisztulni, és egy ilyen élménnyel gazdagodva megyünk haza, és egy üzenet fog bennünk kikristályosodni. Semmi nem ennyire vegy tiszta, tehát soha nem ennyire egyért. Lehet, hogy csak szórakozni mentünk oda, de de a színháznak is azért kell legyen egy méltósága. Nem mondom azt, hogy tökéletes kell legyen, mert sem a is sem a Sepsi, sem a Kolozsvári, sem a váradi, Tehát egyikre sem tudjuk rámondani, hogy tökéletes. Oldal sincs. De, de, de az, hogy van jobb, és annál még egy kicsit még jobb, ezt viszont merem vitatni, és el tudom mondani, még van véleményem, csak ez most nem ez a műsor. Oké, okay. ugyanígy vagyok én is. Tehát, hogyha valaki fel van szentelve pappám, és mögötte vagy benne a szívében ott van az evangélium, és van egy örök érték, amihez most viszonyítva egy segítő-kliens kapcsolatban beszélgetünk, és próbálok egy helyzetet segíteni, egy embert konkrétan segíteni, nem kell tökéletesnek lennem. Szabad az emberi arcomat megmutatnom. Ez a tér biztos, hogy egy segítő beszélgetés, nem annak az ideje, ahol, ahol én magamról fogok beszélni, de az nem baj, hogyha látszik, hogy én egy törekvő ember vagyok, hogy hoztam rossz döntéseket. Ezért az én életemben nem teher. Sőt, az a könnyebség bármilyen helyzetben, de ezt én is csak most tanulom, tehát egy kezdeti fázisban, egy hosszabb szakaszában az életemnek jobban esett az, hogy ha én így magamat védem, fényezem, egy méltósága van annak a... De lehet, hogy klerikalizmus ez valami ilyesmi, hogy, hogy, hogy engem meg fogtok hallgatni, és akkor én kiállok, és fogok egyet prédikálni, és az olyan jó lesik meg, és akkor, mert hogy mögöttem a, a tökéletes Isten van. Na, ebből kellett uh, kinőnöm ez megtörtént. Ez a kép nem összetörött. Én nem törtem össze, én nem égtem ki, de világosan bennem egy változás végbe ment, és én nem vagyok tökéletes. Na mit szólsz hozzá? Nem vagyok tökéletes, lehetek felszentelt pap, én egyszerre vagyok szent, és az nem azért van, mert én valamit nagyon jól csinálok, és akkor engem lehet tapsolni, vagy meg lehet dicsérni, mert én igenis egy karriert felépítettem, vagy én igenis valamit letettem, az akkor legyetek szívesek ezt. Értékei, nem erről van szó, hanem az, hogy Isten helyezett belém olyanokat, akkor azt mondta, hogy én, téged jó célok ügyében mozgatni foglak. Csúf szóval használni foglak, és Isten használ. Ott, ahol megragadott engem, ott, ahol jó irányba terelget, ott, ahol emberek fele engem használ, hogy közösség épüljön, és az emberi lelkek épüljenek, az egy szent, az bennem van. Tehát én egyszerre vagyok szent, és egyszerre vagyok bűnös. Ez a tudat engem nagyon segít, ez nagyon felszabadító. Tehát én olyan helyen érzem jól magam, ahol el tudom mondani, hogy jaj, olyan feszélyezve érzem magam. Letehetem a kabátomat, kiléphetek a protokollból. Megtehetném most azt, hogy most úgy picit úgy, úgy picit még menjünk közelebb. Én akkor működök jól személyiségként is, hogyha ezt a felszabadultságot, vagy a, hogy az elfogadásnak ezt a minőségét én, én megkapom valakitől, és akkor fel vagyok arra hatalmazva, hogy legyek önmagam. És akkor onnantól kezdve minden jó az én önző énemnek is, de de úgy érzem, hogy a, a, az emberi kapcsolataimban is. Sokkal másabb, hogyha ha tökéletesnek kell lenni, itt most meg kell felelni, itt most embereket nem szabad kiábrándítani, talán egy ilyen uh, mikrofon előtt és egy ilyen uh, podcast műsorban lehet, hogy nem szabad ennyire őszintének lenni. Én most az voltam, mert nem vagyok tökéletes. Tehát nem teher. Nekem felszabadító előtted elmondani, hogy nézd, így működöm. Igen. Igen, mert uh, te, te vagy. Nem egy elvárás vagy magam. Igen. De valahol ez jó esetben azt hiszem a hivatástól függetlenül így, így, így kell ennek lenni. Mindenkinek. Mert ugye említetted a színházat. A közvélemény, tehát, hogy amit a színházról gondol, vagy a színházi világról, hát ezt nevezhetjük így, hogy az maga a pokol. És hogy szabados, meg uh, ugye a, a lélektani teher alatt uh, csaponganak a színészek. Ez valamikor bizonyára így volt, ma már ma már egyáltalán nem így van. Ez egy teljesen polgáriasodott, uh, fegyelmezett szakma, semmivel nem, nem hogy mondjam, uh, szabadosabb, mint az orvosoké, vagy a vasútasoké. Viszont uh, mégiscsak az, ami, amivel, az az anyag, amivel dolgozik a színház, az egy, uh, hogy mondjam, az egy világi dolog. Az, a, ugye az emberrel foglalkozik, amiről mi itt beszélünk, és uh, bizonyos értelemben ez egy profán művészet, uh, és ugye, a, hogy megszentelni, megszentelni minden, minden hibánkat, minden sérülésünket, minden deformáltságunkat, mert ezzel foglalkozik a színház, a hibát nézi. A, a, az ember rossz tulajdonságaiból csinál viccet, vagy annak kapcsán emel ki morális kijelentéseket, de ahhoz mindig kell tévedni. Mindig ugye ugyanaz a, ugyanaz a folyamat, ami a megtisztulás felé vezet. És a katarzist létrehozza. Tehát, hogy más a dobbantó, de ugyanazt tudom, ugyanazt tudom elmondani, hogy igen, abból a fajta, abból a fajta ami kölcsönzött mi nekünk is egy, egy forma, ami volt régen, ilyen sálakat dobtak át, a szín, színigazgatók, és a művészek, és a, tehát egy, amit alűrnek hívunk ma már, de hogy az csak egy ikon, egy valami, valaminek a képe, valami, valami megérinthetetlenségért van az. És igen, ebből ki kell lépni, és emberként kell ma már azt hiszem beszélni a színházban is, mert kialakultak receptoraink, olyanok, amik eddig nem voltak, vagy nem volt rá igény. Tehát, hogy, és gondolom, hogy ugyanígy a, az egyházi gyakorlatban, meg a ritusokban is, az ember ma már megszólíthatóbb, és az ember az megszólalóbb, nyugodtan, nyugodtan fölvállalhatjuk végre azt, hogy igen, elveszett, botladozó emberek vagyunk, akik törekednek egy, egy jó irányba. És olyan Érdekes érzés, vagy legalábbis így nagy ritkán, amikor én is színházba jutok, és valamit látok, és úgy megragad engem, hogy, hogy sikerül annak a lehet, hogy a valós életben sok küzdelmet megélő, vagy éppen nem tudom, szenvedélybeteg az a színész, vagy nem tudom, de mégis, amikor játszanak, az az összjáték valamit a megfoghatatlanból ábrázol, valamit a kimondhatatlanból mond ki. És ezért azt kell mondjam, hogy van egy helyzet, amikor az üzenet az tökéletes. De akik ezt hordozzák, akik ezt előadják, mint játék, játszó, játékosok, színészek lehetnek tökéletlenek. Ez jutott még kiegészítésképpen eszembe. Zárás. Kedves Attila, azt is mondtuk, hogy a nincs elfogadás határvonalak nélkül. A határvonalak az bennem azt is jelenti, hogy kell tudjak mondani nemet. Tehát nem, bocs, ezt nem. Mikre szoktál te nemet mondani? De úgy, hogy jó szívvel, szabadon, nem dühösen, nem sértően, de azért úgy nagyon határozottan, hogy nem, nem, ezt nem. Van-e valami ilyen, amit így meg tudsz velem osztani? Ah, igen... Tehát ami ugye a szakmámból kifolyólag minden esetben valamiféle közös végterméket hozunk létre. De most itt nem csak egy próba folyamatról van szó, hanem mint régebben ilyen intézményvezető, vagy akár. Tehát, hogy például, ami a közösség ellenére van, vagy van egy felsőbb szempont, ami az, azt a közösséget előbre viszi. Igen, áldozatokkal. Tehát ott én nagyon-nagyon határozottan nemeket mondok. Vannak, ugye mondom, egy én, egy ilyen, ilyen elvszerű ember vagyok, még hogyha még hogyha sok esetben nem működőképesek ezek, de hát ilyen ezek ilyen bebetonozott elgondolásaim természetesen folyamatosan, ahogy mondtam, én ezen próbálok dolgozni, de amiről azt gondolom, hogy nem építő jellegű, nem konstruktív, ami hogy mondjam, például, ami nem az igazságot szolgálja, tehát hogy hamis, arra határozottan nemet mondok. És most mondom, próbálom úgy, hogy nem, nem, vagyok, nem, nem vagyok messze sem jó, 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 ember, vagy nem, nem erről van szó. De azért van bennem egy törekvés, hogy mondom, hogy a közösség, a, az úgymond a, a, a higiéniánk, a, a, a dolgok átláthatóság és tisztasága miatt elég, elég, elég határozottan szembeállok a És hogy a elemet -e. kell mondani. Igen. A, nekem egy terület jut eszembe, és akkor itt zárhatjuk a beszélgetést, hogy hogy amúgy a zsufolt programomba és időbeosztásomba, amikor még valami, valaki be akar kérezkedni, régebb olyan voltam, hogy a lehetetlent is megpróbáltam, és sikerült, inkább éjszakáztam, nem aludtam. Közben a templom építés zajlott, a közösségben helyt kellett állni. Nem volt éppen elég számban segítő. Nekem kellett magamnak, még, még élveztem is, hogy nem baj, csinálom, én mindent csináltam. Ez így rossz volt. Tehát most már egyértelműbben merek nemet mondani, vagy valakit erre megkérni, vagy egyszerűen elmarad. Tehát ezt is tanulom, nincs, nem lesz. Most ez elmarad, ez így elmarad. És ezekből vannak rossz érzések, vannak félreértések. Egy paptól néha mást várunk, hogy a pap igent mondjon mindenkivel, mindig. Nem vagyok tökéletes, és azt mondom, hogy bocs, elfogyott a heti időben, 168 óra, ennyi voltam, nincs több, majd még lesz jövő héten egy adag, és ezt úgy kell osszam, hogy legyen én idő, legyen kapcsolatépítő idő, munkára, elegendő idő, pihenés, és így tovább. Ha van zárszó, dolgozzunk, dolgozzunk ezen. Mint azt mondom, nincs sem, olyan gyönyörűek vagyunk, nincs semmi más dolgunk az életben, mint hogy ezt, ezt csiszoljuk hogy találjunk egy közös szempontot. És nem azért, mert veled beszélgetek, hanem az, az a fajta, és ezért finomítom mindig egy morális, felsőbrendőségi Jézust, hogy ne, ne egy vallásos műsorban, ami, ami, tehát nem, nem egy elvont dolog ez, hanem ezek gondolatok, cselekvések, tekintetek, gesztusok, a csöndek, tehát igazán az elfogadás az ilyen egyszerű prózai dolgokról szól, meghallásról, válaszról, igenlő vagy elutasítóról, de mindenképpen egy állandó mérleg két ember közt egy közösségben, és jó esetben majd egyszer utópia című országban az egész mm. Földön. Hálás vagyok neked is, Attila, hogy elfogadsz beszélgető társadnak. Hálás vagyok egy csomó emberért, akik engem így fogadnak el, ahogy vagyok, de hálás vagyok, hogy ezek között tényleg vannak olyanok, akik nem mindent fogadnak el bennem, hanem társaim abban, hogy csiszoljam, faragjan magam. Köszönjük! itt van a vége a mai kiadásnak. Köszönjük, hogy elfogadtak, elfogadnak, kövessék továbbra is a Keresztútak podcastet. Viszontlátásra!